Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Bajnokok Városa Sportmagazin, amelyben ma első ízben, illetve elsőként evezéssel foglalkozunk, hiszen Masters világbajnokság zajlik a VVSI Sukorói vízi pályáján, egy olyan esemény, amely ezres nagyságrendben mozgatja meg azokat, akik valaha hódoltak ennek a sportnak, és nem tudnak erről a szerelemről lemondani. Nem is kell, hiszen az evezés szinte kortalanul űzhető sport, ez bizonyítja a résztvevők magas életkora. Németh Krisztián kollégánk van jelen az eseményen, az ő összeállítása következik. Hány éves a Masters VB-n a legidősebb résztvevő? A legidősebb nevező az 93 évét töltötte be, de ami nagyon mutatja azt, hogy valóban időskorig lehet űzni ezt a sportágat, és jó az egészségre az az, hogy 80 év fölött majd közel 100 versenyző indul ezen a hétvégén, ami azt gondolom, hogy nagyon jól mutatja a sportág nemzetközi erejét és elismertségét. Minden idők a második legnépesebb Masters világbajnoksága ez. Minek köszönhető ez a óriási érdeklődés? Hát Magyarország földrajzi helyzetében mindenképp keresendő az ügy kulcsa, hiszen azért le lehet mondani, hogy a legtöbb veterán versenyző, veterán korú versenyző, Masters versenyző európai születésű, európai származású, és így azért az európai versenyeken mindig nagyon sokan vesznek részt, és hát ugye, mint Európa közepén, itt egy nagyon jó helyszínt tudtunk biztosítani Velencén, és ezt összekapcsoltuk Budapest-Velenceként szervezzük ezt a versenyt, ami egy hívó szó is azoknak a versenyzőknek, akik szeretnék megnézni ezt a nagyon nagyszerű világvárost. Összesen hány látogatót várnak, mert hogy nyilván erre az evezős dzsemborira azért rokonok, barátok is érkeznek, akár turistaként is Magyarországra. Mindenféleképpen az a jellemző, hogy főleg a tengeren túliak, de azért az európaiak is összekötik egyfajta nyaralással. Előbb érkeznek, később a verseny után még megnézik Budapestet, egy kicsit valóban turistáskodnak. 3800 nevezője van a hétvégének, ami azt jelenti, hogy minden bizonnyal 5-7000 ember lesz, aki megfordul itt a verseny kapcsán Velencén, és utána Budapesten eltölt egy hétvégét, vagy akár egy egész hetet. Én azt gondolom, hogy ez valóban a turizmusnak és egy nagyszerű erő. Ez mutatja, azt gondolom, az egész nyár is, hiszen nem is csak a Masters evezős világbajnokság, hanem az gondolom, nagyon komoly kínálat volt az idén nyáron világversenyekből Budapesten. A Masters világbajnoksághoz kapcsolódóan ugye Velence egy tavi evezős pálya is megújult. Ez majd a VB után mennyiben és hogyan tudja majd szolgálni a magyar evezés jövőjét, a magyar evezős utánpótlást? Nagyon örülünk minden olyan fejlesztésnek, ami az evezés infrastruktúráját fejlesztésen több évtizedes elmaradásban vagyunk. A kormánytól kaptunk egy 1 milliárd forintos támogatást a tavaly előtti évben, ami az eszközpark fejlesztést nagyban segíti, de az infrastruktúrális fejlesztésünk az pályaszinten elég elmaradott. Most a kajakkenu világbajnokság kapcsán ugye a szegedi pálya az felújításra került, ami nekünk is egy nagyon pozitív ügy, hiszen ott szoktuk szervezni az országos bajnokságainkat és a legnívósabb hazai seregszemléinket, és hát ez a felújítás is nagyban segíti, hogy méltó körülmények közé kerüljön ez a sportág. Lehet látni, és most már azért egyre többen azok is, akik szkeptikusak voltak a verseny előtti hetekben, hogy itt hogyan lesz megszervezve ez a Masters világbajnokság, most ezek a veteránkorú versenyzők is elismerően szóltak itt az elmúlt órákban hozzám, úgyhogy én köszönöm is azoknak a kollégáknak, akik itt a szervezésben részt vettek, a nagyszerű munkát végeztek.
Megújult környezetpálya várja gyakorlatilag ezt a több ezer embert, aki ellátogat ide a Velencei Tavi evezős pályára. Milyen forrásokból és mi az, ami megújult a pályán, illetve hát az infrastruktúrában? Hát igen, az elmúlt két év az építkezéssel telt nálunk. Magyarország kormánya lehetőséget biztosított a kiemelt sportágak infrastruktúra fejlesztési pályázaton belül, hogy teljesen megújítsuk ezt az egész sportlétesítményt. Ezen kívül a vízügyi igazgatóság is sokat segített, hiszen a partfal felújítás és végig 2000 méteren egy aszfaltos utat építettek nekünk, ami nagyon-nagyon fontos versenyszervezési szempontból. A VVS-i veteránjait mennyire aktivizálta a Masters VB? Hát igen, talán az egyik legnagyobb örömünk, hogy amellett, hogy megújult az infrastruktúra, számos olyan versenyző tért vissza hozzánk az edzésekhez a pályához, akit már rég láttunk, úgyhogy majdnem 30 fővel képviseli magát a Velencei Tavi Vízi Sportiskola Masters-e. Mekkora kihívás a szervezők számára ez az óriási létszám? Ugye gyakorlatilag 3 percenként rajtolnak a futamok, és hát nagyon sok hajót, embert kell koordinálni. Igen, ez egy hatalmas kihívás, de hát már lassan 2 éve tudjuk, hogy ez el fog következni, úgyhogy 2 éve készülünk rá, és őszintén mondhatom, hogy mindent megtettünk annak érdekében tényleg, hogy zökkenőmentesen menjen le a verseny. Az első visszajelzések is azt igazolják, hogy jól végezzük a dolgunkat, hiszen tényleg mindenki elégedett vele, sokan mondják, hogy ez eddig legjobban megszervezett Masters világbajnokság. Mesélj kérlek először is arról, hogy mi történt a között, hogy tudomásodra jutott, hogy itt a Velencei Tavon rendezik a Masters VB-t, és a mai rajt között. Tehát e között a két dolog között mi történt, mi zajlott benned, mennyire készültél? Hát ha egy szóval kéne kifejezni, azt mondanám, hogy kemény munka, de azért persze ennél másabb, hisz van az embernek családja, munkája. Meg kellett, igen, harmóniába kellett hozni, hogy emeli a kettő mögé, hogy család és munka beférjen egy harmadik, egy hobbi, úgymond, az evezés. És főleg az utóbbi 2 hónapban elég sok időt áldoztam az evezésre, tehát a napi 3 órás edzések, vagy volt, hogy napi 2-szer is vízre szálltam, tehát azért az kemény volt. 2 éve tudtam meg körülbelül, hogy lesz ez a Masters regatta, és azóta készülök rá, tehát futás, kerékpározás, tehát úgy megalapozni a dolgokat, de azt mondhatom, hogy ez az utolsó 2 hónap volt a legkeményebb, amikor tényleg oda kellett tenni magunkat minden nap. Én is, és a többiek is. Egy Masters VB hogyan motivál egy olyan evezőst, aki 2 olimpián is megfordult? Ez igazából nem azért motivál engem, mert 2 olimpián voltam, hanem azért motivál, mert itt rendezik Velencén, a szülőfalumban, vagy szülővárosomban mondjuk szebben. Tehát ezért motivált engem. 1996-ban már itt rendezték meg, ugye 23 éve ezt a Masters regattát, akkor indultam rajta még A kategóriásként, frissen abba hagyott evezősként, és nagyon jó élményem volt. Aztán én ki is szálltam, ha lehet azt mondani, az evezésből, de azt meghallani, hogy itt lesz újra a Velencei regatta, szóval azt gondolom, hogy mindenkit felborzolt volna, aki ugyanígy járt. És ez bizonyítja is, hogy népes csapat gyűlt össze azért itt a prorekreáció, vagy régi nevén Velencei Tavi Vízi Sportiskolában régi evezősök, akik ugyanígy gondolták, ahogy én, és ugyanígy nap mint nap oda tették magukat, és most itt várják a versenyt, hogy rajthoz álljanak. Több versenyszámmal is rajthoz állsz, a 2 pár volt az első. Milyenek voltak az első csapások élesben? Hát erre nem vagyok büszke. Az első csapásokat úgy, ahogy van, elrontottam. A raj csapásainál szinte keresztbe állt a hajónk, és az én hibámból valami kis technikai malőr nálam. Ennek ellenére azért ott volt az egységetek azért az elején, az élmezőn. Még 4. lettünk, és ha nincs ez a hiba, akkor sem vagyunk elsők. Tehát ezzel nyugtatom magam, hogy nem ez miatt nem lettünk elsők. A teljesen kiégett torkom minden végig, ahogy ez egy versenyen lenni szokott, és hát várom a többi versenyt.
Székesfehérvári indulói is lesznek a Bamako Rallynak, amely az amatőr tereprallisok egyik nagy versenye, nemzetközi jótékony célt is szolgáló. Annak idején a Dakar Rally egyfajta mellékágaként létrejött autóverseny. A fehérvári fiatal emberekről, akik részt vesznek, tudni kell, hogy saját maguk építik a speciális igényeket kielégítő, a követelményeknek megfelelő autót, és erről a munkáról, illetve arról, hogy hogyan jelen pillanatban készítettünk egy összeállítást. Látrányi Viktória és Németh Nagy Róbert látogatta meg őket egyelőre még itt a megyében. Tegyük őszintén szívünkre a kezünket és valljuk be bátran, legalább egyszer életünkben mindannyian elgondolkodtunk azon, hogy érdemes lenne nekivágni életünk nagy kalandjának. Van, akinél lesz sebességet, felfedezést, varázslatos tájakat és homokdűnéket jelent. Nekik találták ki a Budapest Bamakót. A rallinak kezdetek óta mottója, bárki, bármivel, bárhogy. Egyetlen dolog biztos, hogy minden bizonytalan. S talán éppen ez a leglényegesebb része a kalandnak, aminek hamarosan két fehérvári fiatal is részese lehet. Terepen teszteli az Alba Adventure a Mitsubishi Pajero Sport széria autót. A székesfehérvári fiatalok vállalkoztak ugyanis egy nagy kalandra. 2020. január 31-én ők is elstartolnak a Budapest Bamakon. A rally ezúttal minden eddiginél hosszabb lesz majd, hiszen a futam történetében a mezőny először halad majd át Kínán. A cél pedig Sierra Leone-ban lesz. Tornai Gergő fejéből másfél évvel ezelőtt pattant ki az ötlet, hogy nekivágjon a fapados Dakarként is emlegetett magyar szervezésű afrikai autóversenynek. Majd benevezett és a kalandhoz társakat keresett. Páncél László csatlakozott hozzá, és megkezdték a felkészülést. Az autó az nagyjából teljesen készen van. Igazából már csak a technikai felszerelést kell beszerezni, mint sátor, hálózsák, polifóm, konzervek, víz, alkatrészek. Azt ugye említetted, hogy kipattant ez az ötlet a fejedben, de hát nyilván kellenek előkészületek is, akár tesztpályákat bejárni, akár tesztutokat, meg egyáltalán fejben is kell készülni egy ilyen versenyre, nem? Természetesen. Tesztelni Romániában és Bulgáriában voltunk egy szervezett túrat keretében, ahol körülbelül 1000 kilométert vezettünk terepen felváltva, illetve navigáltunk. Fejben természetesen próbálom készülni, hiszen az annyira kívül lesz a komfortzónánkon, hogy erre mindenféleképpen kell valamit kitalálni. Mi az, amire oda kell majd figyelni, amik már itt a tesztek során is kiderültek? Mi jelenthet majd kihívást? A navigáció úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy ne tévedjünk el. Ezen kívül, hogy toleráljuk egymást. Szerintem ez a legfontosabb. A futam ezúttal is egy 4 napos szupermaratoni etappal kezdődik. Versenyfeladatok a magyar és szlovén földutakon lesznek, majd a látványos hegyi utak, az atlaszt átszelő sziklás ösvények, a klasszikus szaharai autózás, a homokdűnék, vagy éppen a szamárkocsis ösvények biztosan tartogatnak kihívást az indulók számára. A fehérvári csapat 4x4 túra kategóriában indul. A motor nem egy túlságosan elektronizált szerkezet, ezért a megbízhatósági faktor is nyilván sokkal jobb, mint a korszerű társainál. A csapat tagja Páncél László, a civil életben autószerelő. Azt mondja, az autó már csak némi módosítást terveznek, ott is a futóművön. Milyen autóval készültök, mit kell tudni magáról a járműről? Pillanatnyilag ez az autó egy széria autó. Igazából némi módosítást a futóművön szeretnénk még eszközölni. Gyakorlatilag ennyi motorerőn nem biztos, hogy szeretnénk növelni, nem valószínűleg, hogy szükséges. Erre, ezekre az etapokra, amik ott vannak, oda valószínűleg nem kell nagyobb motorerő. Igazából 4x4 túra kategóriában indulunk, tehát versenyezni nem fogunk vele gyakorlatilag. Hogy teljesített egyébként az autó, hogy vagy megelégedve vele az ilyen különböző próba körökön, amit már az imént hallhattunk, hogy merre fele jártatok? Hát az eddigi túrákon nagyon meglepő volt a mászóképesség. Motorerőben nyilván a hegyes szakaszokon és az extrém terepen ott egy kicsit elmaradtunk a többiektől, de a futómű képességei az pillanatnyilag, én azt mondom, hogy azokkal elégedettek vagyunk.
Gergő azt ugye említette, hogy neki honnan jött az ötlet, te miért csatlakoztál hozzá, vagy a te részedről miért volt ennyire fontos a Bamako? Nekem ez már régóta forgott a fejemben, 8-10 évvel ezelőtt én már erre gondoltam, hogy el kéne indulni, akkor nem volt kivel, most kaptam ezt a lehetőséget, és úgy gondoltam, hogy ha most nem, akkor nem biztos, hogy ez még egyszer visszajön. Illetve hát a 40. születésnapi ajándékom. A túra és a verseny kategóriának az útvonala közel ugyanaz. A fehérvári csapat arra készül, hogy körülbelül 10.500 kilométert kell megtennie a célig. Arra számítanak, hogy a nyugat-szaharai szakasz biztosan rejteget kihívásokat. A Budapest Bamako a kezdetek óta jótékonysági célt is szolgál, minden csapat ajándékokkal és adományokkal felszerelkezve érkezik. A Bajnokok Városa végén futás, az elmúlt hét végén rendezték az egyik legnagyobb létszámú tömegfutó versenyt, félmaratont Budapesten, a Vizer félmaratont, amelyen hagyományosan nagyon sok Fejér megyei, székesfehérvári futó is elindul, természetesen ezúttal is megtelt a rakpart a futókkal. Borús, őszies, mégis szinte ideális futóidőben rajtolt el a 34. Vizer Budapest félmaraton mezőnye. Magyarország legnépszerűbb félmaratonjára a váltókkal és a lágymányosi körbetétszámmal együtt több mint 15.000-en jelentkeztek. A külföldiek nevezése rekordot is döntött. 84 ország több mint 2600 vendégfutója fogadta el Budapest félmaratoni meghívását, míg a hazai futók több mint 900 magyarországi települést képviseltek. Pest megyét nem számolva Fejér megye vezeti a vidéki létszámrangsort 334 futójával. Székesfehérvárról 133-an értek be a félmaraton céljába. Közöttük Farkas Dárius Ádám volt a legeredményesebb, aki a magyar bajnoki dobogó harmadik fokára futott fel. A leggyorsabb Fejér megyei hölgy a szabadbattyányi Pintér Ildikó lett. A székesfehérvári Sós Péter pedig egyik annak a 26 futónak, aki egyetlen budapesti félmaratont sem hagyott ki. Ennyire megunhatatlan a budapesti félmaraton, Székesfehérvárról mindig eljössz. Azt hiszem egyet sem hagytál ki. Ez így van, ez a 24. és ha minden jó, hogy akkor jövőre a 25. lesz. Ennek a versenynek a hangulat az elejétől kezdve megfogott, és itt kell lennem. Mi a jó a félmaratonba tenni? Jóval hosszabb távokat is futsz rendszeresen. Tegnap például egy 50 kilométert futottam egy terepversenyen, de ugye a két verseny ez így jött ki, hogy szombat-vasárnap, tehát nem volt kérdés, hogy jönnöm kell. A félmaraton az egy olyan verseny, amit mindig lehet teljesíteni, úgy gondolom. Tehát aki rutinos és régóta futó, az bármi van, akkor is tudja teljesíteni. És ez nálam is így volt ma, hogy nem időre mentem a teljesítésre, de úgy gondolom, hogy így is az 1 óra 51 perc azért jó. Egyébként te itt voltál már azokon a rendezvényeken is, ami még nem innen indult. Melyik pálya tetszik jobban? Mindegyik tetszik, de nyilvánvaló, hogy azért a Városliget, mivel az volt döntően, azért az olyan mély nyomot hagy az emberbe, vagy inkább az van meg. De ez is szerintem tökéletes helyszín, meg ma az időjárás is kegyes volt hozzánk, nagyon jó volt. Jó látni a gyönyörű épületeket, a Dunát nézni, a Margit-szigeten, a fák alatt, a romok közt elfutni, élvezni az életet. Én úgy gondolom, a futás az meg úgyis megy magától. Először is ez volt az a távolság, amit az ember kitűz magára, hogy ez az, amit el akar érni, ezt át akarja szakítani, ezt a célvonalat, hogy 21 kilométert lefusson. Nagyon jó idő volt, nekem ez teljesen jó idő volt, egy kicsit izgultam is, hogy nehogy az legyen, elkezd sütni a nap és nagy pára lesz. 1 óra 47 volt az időm, ilyen jól még nem sikerült egy futóverseny, úgyhogy hát nagyon fel vagyok pörögve. Nem tudom, hogy mikor futottam utoljára félmaratont. Volt egy időszak, amikor évente, aztán jöttek a maratonok, de ez már egy több mint 10 éves történet, úgyhogy hosszú idő után futok most először megint, és most inkább jótékony céllal. Én az utcáról lakásba egyesület kedvéért futottam idén. Azért indultam el, hogy nekik ezzel a rendezvényel is gyűjtsek. Nagyon nyugisan élveztem, nem volt bennem ilyen druk, hogy milyen időt szeretnék futni, szeretnék teljesíteni, nem hajtottam, tök jó volt, nagyon jó érzés volt, és plusz jó érzés volt, hogy én ezt most igazából jótékonykodásra csinálom, és ez szuper. Most a célban!
Befejeztem az aktív kézilabdát június elején, és nem telt el szerintem egy hét, tíz nap, hogy már nekem mozgás kellett. És ez a félmaraton-maraton gondolatok keringtek bennem, és gyakorlatilag az egész nyarat annak szenteltem, hogy ez a félmaratonra magam szintjén, de felkészüljek. Minden percét éreztem itt a félmaratonjának, és csodálatos helyeken mentünk, úgyhogy minden egyes métere nagyon hangulatos volt, és nagyon szép helyeken futottunk. Azt mondtad, hogy valami filmszerű befutót szeretnél. Életed filmje hogy pörgött most a félmaraton céljában? Az utolsó egy kilométeren annyira jól éreztem magam, és hát már láttam a befutót, és nem tudom milyen elmeállapotba kerültem, de elkezdtem szédülni, és tényleg olyan volt, mintha kívülről látnám, hogy mindjárt ott leszek, és ez megvan. Úgyhogy embertele jó volt. Ráadásul életed első futórendezvénye is volt, amin indultál. Nagyon-nagyon szokatlan. Hihetetlen volt, hogy mindenki mosolygott, integetett, szurkoló táborok, tapsoló, kiabáló emberek, a zenészek szuperek voltak. És onnantól meg már olyan volt, hogy egyszerűen azt érzem, hogy ezek az emberek visznek be engem a célba. Úgyhogy semmim nem fájt, nagyon élveztem végig, és csodálatos az egész. Nekem édesanyám maratonfutó volt, sokszoros országos bajnok, apukám meg öttusázott és triatlonozott, ő is volt országos bajnok. Én a pályán nőttem fel, nekem a távolugrógödör volt a homokozó, meg a fiben rohangáltam egész gyerekkoromban, és aztán így a filmezés miatt eltávolodtam, és aztán egyszer csak visszataláltam. És most 2 éve körülbelül ugye elkezdtem edzegetni, és akkor a mai volt az első félmaratonom. Nagyon jól éreztem magam, nagyon stresszeltem, nagyon gyorsan kezdtem. Az első 10 km az majdnem egy perccel gyorsabb volt, mint az egyéni csúcsom 10 kilométeren. És akkor ennek meg is volt a böltje a táv második felén. Most kicsit még fáj is a szívem így, hogy még anyukának pont 2 perccel van jobb eredménye most félmaratonom, mint nekem, úgyhogy van még hova fejlődni. A közel 10 000 egyéni futó mellett az NM páros és a Laufen trió 2, illetve 3 futója osztozott a félmaratoni távon. Köztük 19 zenész trió vívott külön versenyt a Papagéno Varázsfutoda kupáért. 4 csapatot is kiállított a budafoki Dohmányi zenekar, de ez a mi triónk ez azért különleges, mert benne szerepel Gyöngyösi Levente, aki így a zeneszerző, és Cser Krisztián operaénekes, tehát így már zenében összeszokottak vagyunk, de most már futásban is, mert ez már a második alkalom, 2 évvel ezelőtt is ugyanebben a felállásban futottunk a fiúkkal. Összeköt, hogy ez nekünk régi hobbink. Én is már évek óta futok, Krisztián is tudom, hogy már nagyon régóta, és ez egy nagyon jó alkalom, hogy az ember a barátaival legyen, és ezt a fantasztikus rendezvényt egy kicsit közelebbről lássam. Fantasztikus, hogy a város közepén lehet futni, tehát én imádom ezt az egész érzést ilyenkor, és annyira visszalendület, ilyen jó időket soha életemben nem szoktam futni, csak versenyen. A félmaratonisták után a 2,3 kilométeres lágymányos körfutói gyülekeztek. Főként azok, akiknek még sok lenne a 21 kilométeres táv. Köztük feltűntek ismerős arcok is, akik egy jótékony célért húztak futócipőt. A tervünk az az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 1353-as adományvonalra, itt szerveztünk egy élőképet, illetve olimpiai bajnokok és más sportos sztárok csatlakoztak hozzánk a gyerekekkel közös futással. Az a célunk, hogy minél többen tárcsázzák a 1353-at, mert 250 forint egy hívás, de ha sokan megteszik, sok kicsi sokra megy, és annál több gyereknek tudunk segíteni, úgyhogy ilyen szempontból is szuper egy ilyen rendezvény, hogy tényleg egy közösség alakul. Ki, és ennek a közösségnek a zászlóvivői ezek az olimpiai bajnokok, akik velünk együtt felhívják a figyelmet az összefogásra. Kedves nézők, ez volt a Bajnokok Városa a Fehérvár Televízióban, magazinunk egy hét múlva jelentkezik ismét, mindenkinek további szép estét kívánok!